Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mi az ő gondolata, mik az ő tervei, és a választ megadja itt ez a kártya. Ez a 9-es szám olyan, mint egy kerítés. Ő elérkezik ehhez a kerítéshez, és nem látja azt, hogy mi van a kerítés mögött. Tehát át kell másznia ezen a kerítésen, hiszen ez a 9-es szám jelenti ezeket a korlátozásokat. Miután felmászott a kerítésre, akkor látja, hogy mi következik, hogy mi van a kerítés mögött, és ettől a pillanattól kezdve 6 a 10-es szám, ami utal egy új kezdetre, vagy egy új irányra. De mivel itt felmászik, meg lemászik, ez egy ilyen átmeneti időszak, és pontosan ezt jelenti ez a lepke. A transformációt, a megújulásokat, a változásokat, és ő benne van ebben az átmeneti időszakban. Az eredmény látható, hiszen megjelenik ez a gyönyörű lepke, ami utalhat szépségre, vagy egy kreatív tevékenységre, és ami kettőtöket illet, a lepke szimbolizálja a lelki dolgokat. Tehát ő odafigyel erre. A második kérdés, milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Itt látható ez a fő pap, és az jelentheti az ő hitét, az ő bizalmát. Hisz magában, hisz benned, hisz ebben a szerelemben, hisz a jó Istenben is. Tehát megvan a hite. Ez a fő pap átnyújt itt egy iratot, ami utalhat a ti kettőtök kapcsolatára, és hiszen így van ez leírva a sorsok könyvében. De, mint mindig, a kártyáknak van szimbolikus jelentése is. Ez a kép utalhat egy hivatalos dologra, egy dokumentumra is. Mivel itt a második kérdésről van szó, tehát az ő érzelmeiről, ez kihat az ő érzelmeire. Lehet, hogy ez megerősíti őt, vagy az is lehet, hogy gyengíti, és ezáltal vannak most bizonytalanságok. A harmadik kérdés az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányútba. Ez a fiatal férfi jelentheti az ő fiatalos kisugárzását, de egy új irányt és egy új kezdetet is. A kezében van a kard, tehát cselekedni fog. Ezzel a karddal el lehet vágni valamit, ő lezár bizonyos eseményeket, esetleg kapcsolatokat. Amit a kard még jelent, hogy itt döntésekről van szó. Ő még kicsit bizonytalan, olyan fiatalos, de látható a képen, hogy közeledni fog hozzád, lesz kapcsolat, lesznek fontos döntések. Lehet, hogy mivel ő olyan bizonytalan, kikéri a te véleményedet is, és akkor lesz egy közös döntés. Amit ez a kard még jelent, az a levegő eleme. És a levegő eleménél gyakran kommunikációról van szó. Ő közeledik hozzád kis lépésekkel, de megvan a fiatalos kisugárzás, lesz egy új irány, beszélni akar veled, és itt fontos döntésekről lesz szó. De ő nem egyedül hozza ezeket a döntéseket, hanem kikéri a te véleményedet is. És a kép középen arra utal, hogy mi köt össze benneteket. Itt megvan a közelség, itt megvan a bizalom,
megbízhatsz bennem. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám.